Gyergyó pedig megpróbálván kilábalni abból a gödörből, amelybe kisé belepottyant az elmúlt mérkőzéseken Szilasi Zoltán együttesének. Az pedig a tavalyi döntő tekintetében azért érdekes, vezet a Debrecen rögtön a mérkőzés elején. Megvan a vezetés, Bucskin a gólszerző. Szemben találta magát Rinnével Bucskin. Smirnov kérné középen, Klose. Hát a másik oldalra lövés. Gól! 2-0! Hát villámrajtot vesz a Debrecen itt a mérkőzésen. Rinne csak végignézni tudta, hogy bemegy a kapuba a korong. Nem jó. Bukor szerez korongot. Ádám egy picikét ott megszorongatta a bukor ütőjét, de még belefért a játékvezetőnél. Sárpát ki, 2-1-ben! Gól! 2-1! Sárpát ki a gólszerző. Ádám és Orbán segítette a csapattársat. Jeliszejenka vissza. Nem tudott ott lőni. A hátvéd jégre kellő egy Gyergyói marad a debrecenieknél. Ügyesen forgatják, bejön a kapu elé. Gól 3-1! Hát nem kímélik Rinnét a vendégek. Megint 2 gólos a debreceni előny. Jeliszejenka. Fejes. Lövés, gól! Átjut a kapuson. Ez azt jelenti, hogy második gólját szerzi a Gyergyó. Fejes Nándor ragasztja be. 3-2, megint feljön egy góra a GHK. Majdnem összehozták ezt ott hátul. De végül is sikerül kihozni a korongot. Sikerült volna, sikerül ez az átadás. Megvan a gól. 4-2-re vezet a Debrecen. Hát nem Rasmus Rinne napja ez a mai. Megszórták rendesen itt az első harmadban. Jalonen. Vissza Fonákkal. Szépen hozzák fel Bodóig. Bodó, nagy cselek. Bodó, gól! Rögtön ki is használja, és ez az a Bodó Krisztófer, akit megismert itt a gyergyói közönség. 4-3. 20 másodperc. Beleférhet még egy helyzet. Sőt, akár más is. 15. Lövésre Mingazovnak. Most érkezik meg a löket. Gól! 9 másodperccel a harmad vége előtt. Ugyanaz a forgatókönyv. Megint 2 góllal vezet a Debrecen. Sárpát ki vissza, Bodó, Dalhuisen, megint Bodó. Bodó viszi befelé, Bodó, Bodó lő, kipattan, ott marad a korong, gól, 5-4. Ugyanaz a forgatókönyv, megint feljön egy gólra a Gyergyó. Brensz Orbán. Nagyot esik Jalonen, gól! Hát nem tudom, mi történt Jimi Jalonennel, az biztos, hogy a Debrecen valószínűleg megnyeri ezt a mérkőzést. Van még mondjuk 4 perc közel, 6-4 az eredmény. Nem jó ez. Lövés kapura, és gól! 7-4. Most már valószínűleg kijelenthető, hogy a Debrecen mindhárom pontot el fogja vinni. Jimi Jalonen lőtte vissza a korongot, de a társak le sem voltak. 2-25 végéig. Szigeti lő gól. 7-5. 2-23-mal a vége előtt. Szigeti a hosszúba talál. Valószínűleg már nagyon kézben érezték a vendégek a győzelmet. Szigeti még kozmetikázik egyet az eredményen.
fel tud állni a Gyergyó. Bő másfél perce van még a GAK-nak, 2 gólt kellene szerezni, ez nagyon rosszul lett eltalálva. Nem jó! Ismét Imi Jalonen. És megint gólt szerez a Debrecen. Hát ez sem Jalonen meccse. Ez volt tehát a mérkőzés története. Eseménydús gólgazdag összecsapás, ahol végül a vendégcsapat diadalmaskodik 8-5 arányban.